Na, akkor szépen fogom magamat, és ki is pakolom itt a cuccot, ami nekem nem kell, az ez valahova el kell pakolnom. Fú, de tele vagyok, gyerekek! Nagyon-nagyon tele vagyok, itt egy katasztrófa lesz egyébként az égvilágon bármit kiszedni, jó? Tehát erre számítsunk a későbbiekben. Én egy meglehetősen rendetlen ember vagyok, jó? Tehát ezt be kell nekem vallanom, hogy én egy nagyon-nagyon rendetlen ember vagyok, oké? Okay, szóval semmi meglepő nincsen ebben, egyébként egy ennyire szarul néz ki az inventory. Buktad! Hehe, hülye hunta! Ez az igazából, hogyha mellettük megyünk el, forgolódniuk kell, nézelődnek, üvöltenek, addig igazából semmi probléma nincsen velük, jó? Ez egy nagyon-nagyon pozitív dolog. És akkor ez a puzzle, ez pedig, nem is tudom, hogy mennyire lehet puzzle-nek mondani, de igazából puzzle, mondjuk puzzle-nek, jó? Tehát gyakorlatilag van nekünk ugye itt egy kettő cuccunk, amit össze kell kombájnolni, meg is van. És hogyha X-emint nyomunk, ugye megvizsgáljuk, akkor pedig ott van rajta szépen a kódszem, mi szerint ugye 4, 2, 3, 1 az alsón is. Szóval ebben a sorrendben kell majd nekünk megnyomogatni a gombokat, miután ugye beleraktuk. Tehát 4, 2, 3, 1 ugye ez a kódunk. 4, 2, 3, 1. Oké, jó? Looks like the power has been restored. És akkor megyünk, liftezünk is azért. Szépen, szépen. Jill! Barry? Thank God you're safe. You too, Jill. A noise I heard brought me down here, but I didn't expect to find a place like this. Have any idea as to what might be at the bottom? There's only one way to find out. What the hell is that sound? It could be a person. Jill, go check it out. We had enough surprises for one day. I'll stay here and secure our escape route in case something happens. Okay. Na. Kedves Bari az ránk is bízta, hogy akkor csináljuk meg ugye a dolgunkat. Köszi, tök jó fej vagy. Ismerjük ezt a részt, jó? Tehát ismerjük ezt a részt. Semmi nagy extra nincsen benne. Annyi a történet, hogy van nekünk itt egy Liza, aki minket zavar. Először mindig arrafele kell fordulni, amerre van. Először mindig arrafele lesz, amerre fordultok. És így pedig ugye időt lehet nyerni saját magunknak. Azaz, halljuk, ahogy jön. Ne balfaszkodjak már, gyerekek. Tehát, hogy időt hagyok magamnak igazából, hogy elmenjek a másik királyba. Jó, tehát ez volna az egésznek a lényege. Köszönöm szépen. Na most itt pedig akkor van egy darab doboz, amit tologatni kell egy picit. Azaz, igazából a tartalma érdekel engem, de hát sajnálatos módon ugye hozzáférni nem tudok. Na, fordulj. Ugye föltettem már a kérdést valamelyik videóban, hogy vajon mi van a dobozokban? Azt hiszem, hogy Krisztin, amikor először kellett tologatni őket, megtudjuk hamarosan, jó? Azaz, úgyni. Hess! Szia! Köszönjük! Na, szóval... itt pedig ugyanaz a trükk visszafelé igazából, tehát hogy... ez még az ilyen láthatatlan ellenfelesnél is egy nagyon jó trükk, hogy megusszátok. Most ahogy kijövök innen, rögtön lejövök az aljára, tehát két irányba jött, hogy a körfolyosó van. Lejövök ide az aljára, és már ott látjuk is, hogy ott van. Szóval nem arra fogunk menni, ugye? Egyértelmű. Kergetőzni csak nyugodtan, engem rohadtul nem érdekel, én megyek szépen vissza a dolgomra. Úgyni. Tehát igazából Liza simán átverhető. Tehát oké, hogy ijesztő ellenfélnek tűnik, de hát is ennek a kis csaj az seg hülye. Nagyon seg hülye, jó? Na itt pedig akkor ugye körbe kell mennem. Ó, Bari elment!
Ezt most miért kapcsoltam ki, azt nem tudom, na mindegy. Szóval van nekünk itt ugye egy... Valaki megmondja nekem, hogy miért erre szeretnék jönni? Na mindegy. Szóval van nekünk ugye itt... mennyi már a köd... Ídes Istenem! Hogy ez mennyire... Ezt mennyire macera irányítani. Ott van kérem szépen egy ilyen kis létragy. Nem tudom mit nyomt. Jó, ott egy láda, bakker! Ezt nem is... Miért nem emlékeztem arra, hogy itt van egy láda? Na mindegy. Van egy láda. Szóval gyakorlatilag itt van ugye az a doboz, amit ugye áthoztunk egyik helyről a másikra. Most a végső helyére kell tennünk, ennyi a lényeg igazából ebben az egészben. Ami pedig úgy néz ki, hogy innen kitolván van ott egy ilyen prés. Az alá fogjuk betenni. Köszönöm. Tód, tolja Jill. És akkor be is kapcsoljuk, jó? Ez így van. Na ez jó puzzle. Érdekesség, újdonság, nem mindig ez a terült ki a kettő valamit, hogy megkapja a harmadik valamit, de ugye... Oké, értem én, de... Az ugyanaz a fetch questek igazából az RPG-ben, amiket nagyon gyűlölök, amikor annyiban kimerül az összes innováció, hogy ez a... Szeretném, ha megtalálnál nekem egy tárgyat, szeretném, ha megölné nekem egy valamit, tehát egy ennél még a Diablo is igazából érdekesebb volt az első résznél, szóval de erre most mit lehet mondani? Értitek, miről beszélek. Horizon Zero Dawn volt az a játék egyébként, amiben én úgy találtam, hogy még a mellékküldetések is azért rohadt jók, mert rengeteget adnak hozzá a történethez, jó? Tehát ha nem is a főszálhoz, de magának a... magának a világnak a megismerésében baromi sokat segítenek, jó? Tehát ebben biztos vagyok. Na. Most pedig... ismét lizulunk. Gyerünk. Írtelen Balos. Szevasz! Gyere csak, te rohadék. Gyere. Mit csinálok? Köszönöm, meg is húztuk. És akkor itt fogjuk tudni majd ugye használni a cuccokat. Ezt gyorsan fölveszem mind a kettőt. Azaz nem pazarékolunk, jó? Valahol a bal fülemnél hallom, szóval nagyon-nagyon közel itt. Bazd meg! Nagyon gyors volt, basszus! Normál esetben neki nem itt kellene lennie. Tehát neki nem itt kéne lennie. Arra a téletbe. De jó, hogy van nálam gyógyító, bassza meg. Mekkora tahó ez a csaj? Na mindegy. Apróságok. Valószínű egyébként azért, mert megálltam ugye növényeket csipegetni, amúgy nem kellett volna neki itt lennie egyáltalán. Itt pedig az égvilágon semmi érdekesség nincsen azon kívül, hogy tök jól néz ki. Nagyon kígyó! Na és menjél ki, nem fordul, oké. Ez is van nekem ugye itt egy ékszerdoboz, köszönöm szépen. Ez nekem kelleni fog. És elviekben van ott még egy darab növény, amit föl tudok szedni, hogyha kell. Én szerintem nem fogom, jó? Tehát ha ide jöttök, akkor vannak itt igazából ilyen zöld meg piros növény. Tudjátok mi? De! Fölszedjük, csak azért is, jó? Mert miért ne? Ennyi, ezzel elintéztem magamat, ezzel pedig egy ilyen szuper mindenre jó cuccot csinálunk, bár szerintem egyetlen mérgező dolog nem lesz mostantól itt, de mindegy. Jó? Ez van. Itt pedig tovább haladván, szépen följövünk a létrán. Mindjárt jön a meglepetés, hogy hova fenébe érkeztünk, ugye? Mindjárt jön a meglepetés. Amit nem csináltam meg korábban, az a jó kis kígyó, de tök mindegy, úgyis visszamegyünk igazából a házba, szóval ennyi. És itt kötöttünk ki ugye Lizának az, a bigyójában, ugye házikójában, szóval... Ez egy ilyen totálisan pozitív dolog. Azt mondja, hogy őt... Kipakoljuk ezt. Kipakoljuk, meg erre sem lesz szükségem ever. Jó? Többi az marad nálam. Na, menjél már. Ja, oké, jók vagyunk.
Szóval igazából tettünk egy tiszteletkört, most már hál' Istennek Liza nélkül ugyanerre a körre, de most már megnéztük ugye, hogy hol lakik, mit csinál, mivel tölti a szabad idejét, ingázik. Igazából ennyi kb. Tehát csóri csajbanyag, tehát ő igazából a Resident Evil univerzum egyik legtragikusabb karaktere. Na most amire itt nagyon-nagyon figyeljetek, hogy nem csak, hogy itt van ez a zombi, de többen is lesznek, jó? Tehát erre nagyon kell figyelni. Következő helyszín attól függően, hogy milyen nehézségen játszatok, egyre többen vannak, és brutálisan nehéz kikerülni őket, kivéve, hogy nem. Jó, tehát nyomjátok fölfele is futás, oké? Ennyi, fölfele futás, figyeljetek. Hogy oda ne rohanjak? Ha mindegy. Igazából más elhelyezkedésben van 3-4 a nehezebb szinteken, de annyira tök mindegy. Ugyanúgy csak tök egyenesen kell futni, nem kell pánikolni, és ott vagyunk. Jó. És most pedig, majdnem elfelejtettem azt a rohadt kígyót, bakker. Azzal még beszélgetnem kell egyet. Majdnem elfelejtettem, pedig anélkül nem fogok tudni tovább haladni. Ez egy nagyon-nagyon szemét mutatvány, de akkor is így van. Azon gondolkodom, hogy hogyan lenne a legjobb nekem oda menni. Nem arra, mert ott Hunter van. Szóval... Ja, tudom, oké. Tökéletesen tudom. Nem. Aha, szóval, ja, Wesker üzent nekünk, hogy van itt egy kis tudsz, hogy meg tudjuk védeni magunkat attól a láncrevert izétől. Találkoztunk vele, megvédtük magunkat. Illetve a saját hülyeségeinktől, illetve ugye megcsinálta az ajtót. Tehát volt ideje igazából kilincset szerelni, ez mondjuk pozitív, hogy jó fej, de mindegy. Na, akkor most pedig nekem tök egyenesen ki kell mennem itt a hullókhoz, meg ugye azt az ajtót már megcsináltam, mert nem tököltem ilyenekkel. És akkor most jön 2 darab dolog, amit meg kell csinálnom. Az egyik az, hogy miután ugye itt van ez a láda, ezt kinyitom. Hol nyitom ki? Sose tudom. Oké, ott. Jó. Szóval igazából nem érdekelnek a jegyzetek, köszönöm szépen, bár rendkívül tragikus, de már olvastam. Ezt egyszer összerakom. Úgyni. Szevasztok, hollókák! Mennyi. De már tudom, hogy hol lesz a legegyszerűbb igazából. Úgyhogy pontosan arra fogok menni. De. Láttam egy fórumot egyébként, ahol panaszkodtak, hogy hát, hogy tényleg ez a játék, ez azt várja, hogy most fejből tudjak minden ajtót, és hogy... Igen. Igen. Tehát... ez az, amit nem értenek meg a mostani fiatalok egyébként, hogy értem én, hogy tök jó játékok vannak, de el vannak kényeztetve. Nagyon, nagyon, nagyon el vannak kényeztetve, jó? Tehát egy... Na mindegy. Tehát itt tényleg, most már tele van minden, ugye... Üdvékkel ugye save pointokkal, hasonlókkal, nem tudom miért erre szerettem volna jönni, mindegy. Tehát minden tele van ugye már checkpointokkal, újrakezdési lehetőség azonnal, és a többi. Ilyen first day vásárláshoz mindenféle ilyen traumapak, meg egyéb. Checkpoint sincsen, cseszed! Tehát... Benézted? Na, akkor benézted! Így jártál. Na. Azért jövök erre, mert most arra fele kell mennem, amerre ugye voltak ezek a vagy volt ez a... Ugye, mi a franc ez? Lovagos, pajzsos, darálós kulcskeresősdi igazából, szóval arra fele fogok menni. Normálisabban nem kell túl sokat tökölnöm vele. Van egy zöldövény, amit még nem vettem föl. Ott meg van egy Crimson Head, és rohadtul nem megyünk a közelébe, jó? Na, most ugye nem tudom, mennyire tűnt föl nektek egyébként, hogy ennek a folyosónak egyébként két fele van. Jó, tehát hogy van ugye ez így idáig, amikor följövünk szépen, ugye eddig nézelőttünk, ott van az a kiugatós viszfasz, ez a rész, de itt tovább lehet jönni igazából, tehát itt vannak dolgok. Na, tehát ugye itt van folyosó, lehet nézelődni, lehet bejönni. Oké?
Most kukázzuk a mázsönkét. Jó, eddig elég sokáig nálam volt. Úgy. Itt van némi növényzet, hogyha szeretnétek. Én viszem magammal, mert simán el tudom képzelni magamra egyébként, hogy elszúrom. Jössz vissza. Már halljuk. Azért hoztam ezt a jó kis savas cuccot, mert ezt nagyon-nagyon szereti. Tehát elvileg 4-ből ki kéne, hogy tudjam nyírni. Elvileg. Aztán majd mindjárt kiderül. Fordulj. Gyerünk. Futás. Itt lejövünk szépen, ugye. Elkerültük a támadását. És mindig itt lesz, jó? Tehát mindig itt lesz, és... Nem oda. Ez nem viszel odáig. Mondom én, hogy 4, csak 2-t már lévő, tanom mindegy. Ez van. Na, csak itt mutatja. Itt van egy olyan dolog, amire nekem szükségem lesz, banyak ahhoz, hogy tovább tudjak haladni, jó? Tehát, Giant Snake got nothing. Miért kapok trófeákat, gyerekek? Mondja már el nekem valaki. Ezt a részét nem értem. Tehát, hogy... Meg kell majd néznem, hogy ez mit jelent pontosan, mert ugye Krisznél nem nagyon dobálózott vele. Na mindegy. Szóval ugye megvagyunk, kikerüljük ugye a keldjót, és szépen visszamegyünk ugyanarra, merre jöttünk. Ez az egyik dolog, amit nekem meg kellett cselekednem. Ez még az egyszerűbbik volt. Következő viszont az, hogy megyek és meglátogatom Liza nénit a természetes élőhelyén. Na, az már neccesebb. Bár szerintem egyébként a játék legszemetebb része az az, amikor a barlangokban futkosunk a hunterek elől. Ennél nagyobb kihívás nem nagyon van benne szerintem. Legalábbis onnantól kezdve, hogy egy kicsikét fölpakoltunk ugye munícióval és egyebekkel, tehát onnantól kezdve, most ezért gondoljatok bele, van nagyjából egy olyan 40 darab lőszerem az Assault Shotgunhoz. Van ezen kívül még egy ilyen 12-18 darab gránátos cucc elspájzolva. Vannak még nekem mindenféle önvédelmi cuccaim, amik használhatóak egyébként a Crimson Headek ellen is, meg később egyéb ellenfelek ellen is. Van nekem még ugye mellett a Magnum, amihez, ha jól számoltam, van egy teli táram. Szóval, ja, nem állunk szarul. És igazából, amik itt vannak, lőszermennyiség, nagyon kicsi eltérés van egyébként e között, meg a legnehezebb fokozat között, tehát oké, hogy kicsit erősebbek az ellenfelek, de bőven irgalmatlan módon izével telepakolva, nem is néztem meg. Na, tehát itt... Hagyja békén? Tehát, hogy... ja, tehát... Iszonyatosan fölpakolva fogtok érkezni egyébként a legszakabb részekhez is. Jó, tehát nem kell izgulni. Na, ide pedig soha többé nem jövünk, szóval... Viszlát Mansion. Nagyon jó volt. Nagyon örülök. Nagyon tetszett, amit csináltál, meg ilyenek. About te. Na és akkor ugye ez az a rész, ami nem volt benne ugye az Origin-ben. Hogy itt lejövünk szépen, és itt van egy ajtó pluszba. Megnézem, akkor azt fogja mondani, hogy... Ez az. Tudjátok, hogy ki van lent, ugye? Most találkoztunk vele, azért figyelhettek volna, azt mondja, hogy vajon mi lehet az ajtó mögött? Vajon mi? Mégis mi az Isten lehet az ajtó mögött? Hm? Tip sincsen semmi? Na mindegy. Oké. Így is nyitjuk. Csívazeg! Na most itt akkor kiveszem azt, amire nekem szükségem van. Ezzel jelenleg semmit nem érek, szóval teljes mértékben fölösleges. Azt mondja, hogy... Ezt ide teszem. Növény. Egyet hagyok magamnál, hát a pofán vernek, jó? Az a biztos egyébként. Simán előfordulhat, úgyhogy készülünk föl rá. Tényleg nagyon sok mindent szedtem föl. Last book, és elvileg... Ja, minden más nagy menet közben, szóval akkor legyünk bátrak. Tudjátok szerintem, hogy mi fog következni, ugye? Nem akarom, hogy mindjárt meglepődtök. A Resident Evil univerzum legkönnyebb boss csatája. De tényleg, ever. Tehát, hogy... Mondjatok könnyebbet, ha tudtok, oké? Okay?
ott a lehetőség nektek is. Na akkor nézzük, miből van ez. Jill, you're alive. I was worried because I thought you were. Start talking. Calm down. I didn't want to do it. Believe me, I can explain. Don't lie to me. Time to talk. Jill, hand me my gun. Thanks, Jill. Mindenképpen ugye kell Barry ahhoz, hogy ezt le tudjuk nyomni, szóval ja, hasznos. Egyszer. Azért, menjél már innen, Barry. Na, legjobb része az, amikor elkezdi lőni. Lőjed már! Na végre, köszike. Hála Istennek. Bízunk Barryben, szóval visszaadjuk neki igazából. Van olyan, hogy akkorát lő rá egyébként, hogy tényleg így totálisan megszédül a csaj, leesik egy pillanatra, hát kapaszkodik, szóval tök jó. De menj Isten hírében. Beszéljünk csak Berája, mi volt ez az egész? Mondjad csak! Tudunk vele beszélni? Tudunk vele beszélni. I don't believe that thing's really dead. Leave this place up to me and go on ahead. Okay. Gyorsan megbeszélték, hogy egyébként pisztolyt rántott rá. Ugye? Gyorsan megbeszélték. Na mindegy. My favorite fucking scene. Tehát imádom ezt a részt egyébként. Nem tudom miért, valamiért az, az egész játékban nekem a legszimpatikusabb rész. Valószínű azért, mert egy csomó ötletet így zsúfoltak bele. Nem tudom miért. Na nem áll! Vanyek, na végre, gyerünk. Igen, használd a, ez az, használd a farkast. Másik oldalra meg igazából megy a piros, ugye az meg a sas. Ja. Meg is van. Inkább biztosan mentem és elkezdtem tapogatni körülöttem, hogy... Még nem tudom, hogy mi történik egyébként, hogyha nem adom vissza Barrynek a pisztolyát. Nem próbáltuk még. Szóval mindegy, egyszer majd megnézem. Szóval use, oké. Okay. És nyílik. Csúnyakát szín, na mindegy. Szóval, de irányítani meg nem tudok, bakker. Na szóval ugye ott kéne nekem bejutnom, van ott egy lépcső lefele. Azaz. És akkor megyünk tovább. Húzni elő? Persze, hogy megyünk a lifttel. Egyre mélyebbre, mi baj lehet belőle, ugye? Ez már a végjáték. Nem, végjáték, végjáték. Where the magic happens. Hogy ez mi, azt nem tudom, na mindegy, előbb-utóbb csak elmondják nekem. Úgyni. Ez az a pont, ahol nem tudok fölvenni Istenverte Inkribont soha. Mondom én. Gyerünk, gyerünk. Megvan, 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 megvan. Úgyni, azaz. Tudjátok, hogy ez mit jelent.